Köszöntöm a kedves nézőket, jó reggelt kívánok önöknek, Tóth Tamás vagyok. Ma is folytatódik az ilyenkor szokásosnál enyhébb, összességében pedig nagyobb részt még száraz időjárás. Átmenetileg ugyanis vékonyodott térségünkben a felhőzet, és ez tulajdonképpen egyben azt is jelenti, hogy mivel a magasban erős a déli-délkeleti áramlás, így tehát ma is szokatlanul enyhe idő lesz az ország egy részén. Ugyanakkor ott, ahol esetleg hosszabb ideig párás maradhat a levegő, és erre egyébként leginkább a Nyugat-Dunántúlon, illetve az Alpok közeli területeken van esély, azért valamivel alacsonyabban alakul majd a hőmérséklet csúcsértéke is. Ráadásul errefelé, tehát különösen a késő délutáni óráktól kezdve, majd szépen fokozatosan vastagodni kezd a felhőzet, mert hogy érkezik majd térségünkbe egy újabb csapadékrendszer. A Kárpát-medence nagyobb részén azonban a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett változóan felhős égboltra tekinthetünk fel, és ismét a Kárpát-medence délkeleti részein számíthatunk a legmagasabb hőmérsékletre, itt tehát 20 fok körüli, nagyon kellemes, inkább kora őszies hőmérsékletű idő valószínű. A folytatás egyébként változékonyságot, de továbbra is enyhességet ígér. Egy csapadékrendszer vonul majd át, már ami hétfőre virradó éjszaka megérkezik, de még hétfőn napközben is térségünkben lesz. Ekkor a legmelegebb idő az északkeleti megyékben, tehát leginkább a nyírségben valószínű. Ahogy viszont elvonul a csapadék, úgy ismét nagy területen köd képződik, a köd pedig makacsul tarthatja magát, szerdán pedig a változatosság kedvéért érkezik a következő csapadékzóna, de ettől függetlenül, ahogy láthatják, bizony ezekben a napokban jelentős lehűlés nem látszik, sőt még utána sem. Kedves nézők, legyen szép a vasárnapjuk, minden jót, viszontlátásra!